Császáron is üresek az utcák, mert mindenki csak szükség esetén hagyja el az otthonát. A koronavírus okozta helyzetről a település polgármestere beszélt tévénknek. Császár per pillanat nagyon érdekes képet mutat, hogyha végig mennek itt a településen. Egyrészről az emberek azért betartják a korlátozást, kevés kivétellel, tehát tényleg csak munkába mennek, gyógyszertárba, élelmiszerboltba, tehát eléggé kihalt a település, talán még a gyerekek is betartják, tényleg nagyon keveset szoktam látni, így, hogyha körbe megyek a településen. Ugyanakkor meg három beruházás megy jelen pillanatban a Császáron, tehát itt ilyen szempontból zajlik az élet, és ez egy örömteli dolog. A sportegyesület megkezdte a sportöltöző építését, az önkormányzat építi az egészségházat, és a katolikus egyház pedig a Volmut Ferenc közösségi házat. Tehát van azért jó dolog is történik ebben az időszakban. Természetesen az emberek azért tartanak a vírustól, főleg az idősebbek. Őket segítjük elsősorban, főleg a 70 éven felülieket. Tájékoztatásukat küldtünk ki minden formában, írásos formában, Facebookon, császári hírmondó kapcsán és szóróanyagban is, és a szociális étkeztetés keretében, aki igényli idősebbek közül, biztosítjuk az egyszeri melegétkezést, ugyanúgy az általános iskolásoknak is, természetesen ez kiszállítással, ami ingyenes. Kiváltjuk a gyógyszereiket. Szerencsére két bolt bevállalt, és ez nekünk nagy könnyebbség, és ezúton is köszönöm szépen, bevállalt kiszállítást. Közzétettük ezeket a telefonszámokat, csak úgy, mint a házi orvosnak a telefonszámát. Most ez egy érdekes helyzet, hogy az orvosi rendelő felújítása pont erre az időszakra esik, de szerencsére jól meg tudtuk oldani, ugyanis pontosan a szomszédban van, az orvosi rendelő szomszédjában a védőnői szolgálat, és ott három nagy helyiség áll a rendelkezésre, a védőnő most úgysem találkozhat személyesen a gyermekekkel. Március 16-án bezártak az iskolák, így a Császári Zrínyi Ilona általános iskola is. Két nap múlva bezártuk mi is az obodát, de az itt működő főzőkonyha természetesen működik. A helyi cégek dolgoznak továbbra is, helyi üzemek, így a pékség, az élelmiszeripari cégek és a virágkertészetek. Sokan élnek mezőgazdaságból a faluban, ők is teszik a dolgukat, hiszen a határban nem is nagyon találkoznak emberekkel, és vannak, akik még eljárnak dolgozni, természetesen akiknek még megvan a munkahelyük, illetve nem zárt be két hétre, vagy nem állt le, pontosabban fogalmazva erre az időszakra a cég. Nálunk is, mint mindenütt másutt a templomokban is életbe lépett a korlátozás, a hitéletet személyesen nem gyakorolhatják, viszont a technika vívmányai segítenek ebben, hiszen talán főleg az időseknek soha nem volt ennyire szükségük valami kapaszkodóra, mint most. A református egyház az itthon Császáron oldalon hetente prédikációt közöl, a katolikus egyház pedig videón a Volmut Ferenc Alapítvány Facebook oldalán közvetíti ezt. A temetések zárt családi körben, szűk családi körben történnek. Tehát ilyen változásokat hozott az életünkben többek között. Van-e jelenleg fertőzött vagy karanténban lévő személy Császáron? Hivatalos értesítést én nem kaptam, sem kormányhivataltól, sem sehonnan. Annyit tudok, hogy külföldön elég sokan dolgoznak, ők bejelentkeztek hozzám, hogy hazajöttek. Házi orvoshoz irányítottam őket, mivel a nemzetközi áruhuvarozásnak mennie kell, ezért ők visszamehettek, de páran 14 napra azért karanténba helyezték magukat. De nekem hivatalos értesítés nem jött. Mi az, amit tanácsolna a császáriaknak? Mindenképpen azt, hogy tartsák be az utasításokat. Ezt mi is, hiszen mi is kapjuk az eljárásrendet, milyen protokoll szerint kell eljárnunk, mi is propagáljuk a település lakossága fele, viszont a televízió, rádió tényleg olyan sűrűséggel, hogy aki bekapcsolja, biztos, hogy találkozni fog vele. Annyit kérek, hogy ne pánikoljanak, mert arra nincs ok, és az semmilyen szempontból nem hatásos, és gyengíti még az immunrendszert is. Pánikra nincs okunk. Tartsák be az előírásokat, a higiéniai előírásokat, azt, hogy ne menjenek közösségbe, hogyha nem muszáj, és vigyázzanak egymásra, és tartsunk össze.